Az aranybullát 1222. április 24-én II. András király adta ki Székesfehérváron. A történelmi alkotmány meghatározó eseményére Cserpakovics András polgármester emlékezett a Vörösmarty Színházban, ahol Egerházi Attila rendezésében összművészeti produkcióval tisztelegtek a magyar jogrendszer egyik legfőbb tartóoszlopának megszületése előtt. Ez egy lázálom, II. András lázáloma, és mozaikszerűen peregnek le az események a fejében, a történelmi események, amelyeket jól ismerünk. És a dramaturgia kvázi patchwork szerkezetű, hiszen ugrál az időben, visszaemlékezések is vannak, illetve olyan jelenetek, amik már megtörténtek, de sokszor a jelenben vagyunk, hogy polémiázik II. András. Az ünnepi produkcióban Székesfehérvár legjelentősebb művészeti intézményeinek művészei együtt léptek színpadra a zenés történelmi játékban. Az összefogás részesei a Vörösmarty Színház, a produkciót létrehozó Székesfehérvári Balettszínház, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, az Alba Régia Táncegyesület, valamint a Vox Mirabilis Kamarakórus volt. II. András szerepében Sarádi Zsoltot köszönhettük. Igazából a II. András halálos ágyán játszódik a történet, és ezek csak emlékképek, amik az ő fejében léteznek. Az aranybulla aláírása, a felesége meggyilkolása, a nemesek lázadása, ez mind-mind az ő fejében történik meg. Sasvári Sándor államalapító királyunkat, Szent Istvánt idézte meg, mint egy példaként, ösztönző erőként állítva a László elé, hogy szentesítse az aranybullát. Ez már tulajdonképpen nem először fordul elő az életemben, mert a Veled Uram című musical operában 10 évekkel ezelőtt Szent Istvánt játszottam és énekeltem, és nagyon fontosak számomra, és remélhetőleg a közönség számára is ezek a történelmi rockoperák. Volt szerencsém, és van szerencsém sok-sok ilyen műben alakítani, ilyen történelmi figurákat. Ez valóban egy összművészeti produkció. A visszatekintésben a történelmi időszakok két meghatározó személyiségét, Bánk Bánt és Gyulát, Magyarország nádorait, Sági Tamás alakította. Egy nagyon érdekesen, és egy nagyon jön, azt gondolom, hogy jól megírt történelmi játékban veszünk mindannyian részt. Tulajdonképpen András halálos ágyával kezdődik az egész darab, és ebben a furcsa lázálomban jelenik meg András élete, többek között az aranybulla, de megelevenedik ugye Bánk Bán is. A darab drámai betéteit, valamint a nyitó és a záró kórusmű szövegeit Elsimon László, a dalszövegeket Somogyi Szilárd írta, a zenét Kocsák Tibor szerezte. Az előadás koreográfusa Egerházi Attila és Majoros Róbert, rendezője Egerházi Attila, míg társrendezője Somogyi Szilárd volt. A bulla eszmeisége, így a hatalom megosztásának elve, a közhatalmat gyakorlók fokozott felelősségviselése és vállalása, a nemzeti érdekek védelme, a társadalom széles rétegeinek figyelembevétele manapság is követendő értékek, ezredéves alkotmányos önazonosságunk talán legszebb történelmi emléke. Mi magyarok méltán lehetünk rá büszkék.